fajta színházat építettek és harangvábat állítottak fel a magyar földiek az elmúlt években, a munkák egy részét ők maguk végezték, sőt korábban a vízvezeték és a telefonhálózat kiépítésében is segítkeztek. Az utóbbi másfél évtizedben egy jelentős fejlődés indult meg, amiről én először, amikor itt jártam 30 évvel ezelőtt, azt hittem, hogy egy-két családon kívül nem is él senki, és üres házakat láttam, vagy elhagyott házakat. Újból gyerek zsivaj van, élet van ebben a községben. Pedig korábban úgy tűnt, a falu elnéptelenedik. Magyarföldön ma 40-en laknak. Nemrég elhatározták, templomot építenek. Mi már szinte legendaszerű, hogy nagyon sok barátom is, aki följött, és ők is azt mondja, nem kéne egy templom. Én széttárt ki arra, hogy miért nincs itt templom, és csak a meggyőződésemet erősítettem meg a hitemet. A 20 millió forintból megépülő magyarföldi templomot augusztus 22-én szentelik fel.